könnyedén hajtja végre az átlagembernek szinte lehetetlennek tűnő gyakorlatot Halász Dóra Simonetta, a Dunaferese tornásza. A fiatal versenyző legutóbb Novi Sadban képviselte egyesületét, ahol többszeren is bemutatta tudását. Az első nap egy egyéni összetett volt, ott minden észszeren indultam. Összetettben negyedik lettem, Kolláton nyolcadik. Gerendán első, talajon és ugráson pedig második. Hozzátette, nemzetközi megmérettetésről volt szó, ahol fontos pontokat szerezhettek az indulók. Mint elmondta, hosszabb távú célként mindenképp az olimpiai szereplés lebeg a szem előtt. Ám odáig hosszú út vezet, hiszen Halász Dóra Simonetta számára fiatalkora okán még nem jöhetnek szóba a riói ötkarikás játékok. Az edzéseket addig is szorgalmasan végzi. Jakab Noémi szintén a magyar csapat tagja volt, amely Újvidéken versenyzett és elégedetten értékelte a megmérettetést. Nagyon jól sikerült, egyéni összetettben első lettem, korláton, ugráson és talán első lettem, Gerede meg második. A Dunaferese torna szakosztályának egyik edzője, Török Dániel elmondta, több szempontból is hasznos volt a szerbiai verseny, amelyen tanítványaik részt vettek. 16 fős magyar delegáció keretében utaztunk, a Dunafertő 8 fő, kettő edző, Badics Réka edző és bíróként szerepelt ezen a versenyen, jó magam edzőként, illetve 6 gyermeket vittünk ki. Nagyon eredményes versenynek mondhatom, igazi jó kis évzáró verseny volt. Az volt a különlegessége, hogy a csapatversenyek során különböző korosztályokból adódtak össze a csapatok, így lehetőség nyílt arra, hogy a gyerekek klubtársaikért harcolhassanak különböző korosztályokból. Ez egy nagyszerű csapatépítés is volt így egyben. Hozzátette, a naptári év szerinti szezon egyelőre lezárult, így most nem készülnek versenyre, de az edzések tovább folynak. Mint elárulta, több korcsoportban és több szakákban is foglalkoznak gyermekekkel, akik széles kínálatból tudnak választani. Kiemelte, csoportjaikban nem csak versenyzőkkel foglalkoznak. Amint láthatják, bár a téli szünet közeledik, a Dunaferese tornászai továbbra is folytatják keményen a munkát. A DSTV híradóját Csetnegi László tudósította.